Jó, már megy. Nagyon jókor jutott eszembe. Képzelj el egy világot, ahol mindenki szabad. Szabad a fájdalomtól, szabad az éhségtől, és mindenek előtt szabad a haláltól. Úristen, ez a én világom, te. Szavasztó Honor, gondolj egy olyan világra, ahol te és a szeretteid örök kivalóságig élhetnének. Az örök kivalóság tavaszon meghív egy olyan helyre, ahol érzelmeid egy új, jobb valóságot formálnak. Together we can create a place in which, free from care, we will save our souls. According to our prophecies, our believers patiently waited for 312 years for the next coming of the prophet. Nem hangos! A holy man that fortunately has come to us now to share the truth about our lives with us. And just as the first light beams irradiate the darkness of the night, so you can feel the change. One that will bring you out of your numbness. Numbness that you felt your entire life. Mi lesz ennek a sztoria? A mi főpapunk, a mi proféta nem véletlenül jött ide most. It wasn't by chance that he came here now. Az anyához milyen lapos feje volt ennek te. He will deliver us from death, which is not real. In return, we will receive life. In the eternal city, which we will shape together with the power of our emotions. Let us feel together the power of the holy fire, one that purifies. A fire in which, if you really believe, we'll save all of us. Come to the spring of eternity. Come and open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes! Sose volt ilyen jó! De miért? Jó napot kívánok! Szia! Úristen, egy nagyon szexuális házban vagyunk bent. Igen, Inomino Patris. Csúszdi a mellybe. Kölcsönhatás tárgyakkal F. Gabriel hamarosan visszatér. Jobb, ha megnézem, hogy minden be van csomagolva. Úristen, megy a csernobili pornográfia, bacd meg! Nagyon szép, vártak a szenzivitás az olyan, hogy mindjárt összeszarom magam. Úgyhogy picit erre kell húzni. Azt mondja, hogy egérérzékenység, így 0 egész, nagyon szép. Így ni, és hang, mert a holi... Hát ez teljesen fönt van. Jó van akkor. Nekem így megfelel. Csíkozódás, Naine. Ugye, Naine, nagyon szép. Minden rendben van. Nagyon szépen haladunk tovább. Effel. Már összecsomagoltam, már bepakoltam. Ennyi? A nagy pornográfiák mennek, itt valami tiketek vannak, vonatjegyek még hozzá. Olvasd. Jegyeket a reggeli első vonatra. Igen. Mindenhol ezek a V betű agancsjelek vannak, észrevettétek? Itt Szent Szűz Mária mellkasán is van ilyen izé, agancsos jelecske. Ajtón is, meg itt ez lesz szerintem a szimbólumok ezeknek a hívőbuziknak amúgy. Vártok, már itt vannak valami nagy levelek. Küldtek nekünk szerelmes levelet. Aha, a vonatocska, az mi az? Vonatocska? Nem, lovacska. Lovacska, vonatocska, gyertyácska. Na, olvassunk. Nani. Akinek szól? Testvéreim! Valószínűleg akkor találjátok meg ezt a levelet, amikor én már régen elmentem a fiammal. Sajnálom, hogy így megsebezlek benneteket azok után, amit értünk tettetek. Az elmúlt napokban vívtam ezt a szellemi csatát magamban, és úgy döntöttem, hogy el kell hagynom a belső kört egyelőre. Remélem, újra békére lehetek, és remélem, hogy még egyszer a nővérednek is betehet. Istenem, elnézést! Hol tartottam? Ez az elmúlt, igen. Remél, igen. Nővérednek is hívhatnak. De Gabriel nevében kell cselekednem. Ő a legfontosabb dolog az életemben, és úgy gondolom, hogy az ő érdekében el kell mennem örök forrás, örökké táplálja téged, üdvözlettel, Doroti. Malacka vagyok? Hát, elnézést. Malackodunk.
Olyan, mintha a peronon lennénk, vagy hol a faszomban, mert folyamatosan hallok valami zajokat amúgy kint. Aha! Ti ezt meg észre se vettem, bazd meg, ez már nem Mária. Hisz valami nagy halászkik vannak, meg minden ilyesmi, jó napot kívánok. Szeretnéd nagy ölelést? Mint a Teletubbiba? Nagy ölelés! Na jó van, itt van valami papírgalacsin, megnézzük, hogy ez mi a fasz. Ezt nem fogom elolvasni, nem írom alá, nem kaphatják meg, nem kaphatják meg, nem kaphatják meg, nem kaphatják meg, nem kaphatják meg. Hello? Úristen, 10 óra, 10 perc van, siessé, mert elkésse. Milyen szép szőnyeg, azt vigyük haza. Open your eyes! Open your eyes! Where's my son? Hol a fiam? Hová vitték Gabrielt? Meg kell találnom. Hello? Kurva szép a grafikája, srácok, eszméletlenül néz ki a játék. Hová vitték Gabrielt? Meg kell találnom. Ez az utolsó gondolatom. Ez az utolsó gondolat, mert amúgy nem szoktunk gondolkozni. Ja, lehet sprinterni. Fú, nagyon itt ilyen izé nagy Jehova tanúik vannak, bazd meg. A törvény kötelezi önöket, hogy délután 4 óra előtt elhagyják az épületkomplexumot. Ez a próféta hivatalának hivatalos közleménye. A kettős vágány mellett vigyázzanak! Écsi! De most hol a pék faszában vagyunk, bazd meg? Ez valami Jehova tanulói szekta. Azt kell, hogy mondjam nektek itt. Tuti. Nekem, én nekem így is nagyon ütősek, ne aggódja. Minden tagnak. Senki sem léphet be az örökké valóság forrása táborra a legfelső emeletére, kiátkozással fenyegetve. A proféta parancsára mindenkit, aki megzavarná a felemelkedést, el kell fogni és ki kell hallgatni. Szakrisztusi hivatal. Szakrisztusi. Te vagy szakrisztus, bazd meg. Az anyámod, szakrisztusi, szakrisztusi, ki sem tudom mondani ezt a hivatalt. Elnézést kívánok, a szakrisztusi hivatalba szeretnék bevenni. Időpontot szeretnék foglalni, kérni, jó napot kívánok. Ott valami füstölög ott fönt, ott van a nagy démon Krisztus. A démon Krisztus, ezt jól megmondtam. Krisztus démon. Hello. Fogják a szarvukat oda nézni, simogassák neki, mert ő arra izgul be. Arra izgul be, bazd meg, az a férfiú, hogy a két szarvát simogassa a két jelzó, érted? Mondják neki, hogy úristen, de jó vagy, ez az, gyerünk, simogassál még, te vaddisztó. Erre mi van? Semmi? Itt valaki morog, te? Jó, megnézzük azt a nagy vasajtót, hogy mi az. De itt tényleg ilyen izék vannak. Úristen. Spring of Eternity. Elnézést, szeretném megváltást nyerni. Tegnap maszturbáltam véletlen. Elnézést kívánok. Tudom, hogy nem lehet. Vannak átvezető videók a horror játékban, amúgy ez már egy előrelépés. A kurva mi a hangos volt. Stop! Don't worry, baby. I'm gonna get you out. Get her! Don't let her interrupt the ceremony. Once change, everything.
What you've interrupted here, I can finish it on the other side. In the Eternal City. We will ascend as you with your child burn. Szavaszkol arra, amit köszöntem neked a viskolomban. Do not fear. Tika Mari! Hát, végem van. Mindenhol követ minket ez a büdös... Do not despair. Ne esd kétségbe, a fiad életben van. Is alive. His body may be lost, a teste talán elveszett, de a lelke még mindig itt van, és még mindig veszélyben van. And he is still in danger. There is time, though. De még van idő, megtanítom neked, hogyan találd meg. To find him. Come with me. Ha menne veled a radai szűz, Mária, baszki. Most mondom neked. A szuti frutti. Biztos sem mennék öregasszonynál sehova. Hülye vagy, lehúznál a bugyit, more, megtámadnának a denevérek. Első fejezet, normál világ. Azt mondta, hogy van rá mód, hogy visszaszerezzem Gabrielt. Mikóca, szia! Úristen, azért mondjátok, hogy nem jót hegedűtem. Még a pulzusom is fölment, bazd meg. Ez a nagy hegedülése. Most menjünk a normál világba, azt írta ki a játék. Bam! Csibiripipó. Hoppá, zsambos, zsasé, gyere! Jó, akkor ma legközelebb táncizunk. Egy hónap múlva! Nem, ez a normál világ. A hatos lakótelepen vagyunk, jó napot kívánok! Azt! Ta kurva. Ezeket a hazug gyászjelentéseket le kell szedni, mielőtt bárhova is mehetnek. Valaki tavaszból fel? Tavaszból. Tavesz bak tárez? Várjál, ez a van film szemcsesség, biztos. Mindjárt nézzük, azt mondja, hogy vidinyó. De nem mentett. Hülye vagy, geci? Na, epikus legyen itt a beállítás! Szájba leszül pattintva. Úgy maradt szerinted? Uti? Nagyon szép, epikus. Azért elég baszon néz ki az épület, nem? Jó, még egy valamit srácok, aztán tényleg megyünk. Még a gammára rakok. Hol van? Vidinyó. És árnyak. De mi az, hogy filmes? Mi az, hogy filmes? Így. Na! Abban a pillanatban szexuálisabban néz ki. Chapel City? Oda nézi. Azért hogy néz ki már ez a game, bazd meg? Azt a kurva életbe. Itt vannak a gyászjelentések a fiunkról, Gabriel Lindáról, aki 8 évesen elhunyt. Állítólag nem halt meg. Dika, jelvatanőikkel nem bízd, bazd meg. Rendesen itt izét csináltak, érted? És még zenét is raktak hozzá. És még zenét is raktak hozzá, bazd meg. Ne bőgesd azt a motort, buzi! Most halt meg a fiam egy hónap, te meg bőgeted azt a motort. Takarodj innen! And to think that not so long ago, I believed every word they said. Bizony.
be... A javaton, hogy be tudna csábítani a málnásba abba a pillanatba. Oké, nézzük meg ezt a játszóteret. Geci, hogy néz ki ez? Most... Amúgy... Most így ránéztek erre a gémre. Ti mondanátok azt, hogy most egy játékkal játszok, vagy egy filmet nézünk. De most komolyan. Kurva brutál. Sziasztok, gyerekek! Nézd meg, anyukák ülnek lent a játszótéren. Érted, itt megbeszélik a izét. Kinek mekkora fasza volt, meg minden ilyesmi. A gyerekek meg itt nyomják. De az meg 5 gyerek van, és 2 anyuka. Ez milyen elosztásból lehet ez szerintetek? Fú, a autóból ítéve ez ilyen 80-as évek lehet szerintem. Ahol most járunk, meg a padok, passz meg. Passz ki, emlékeztek erre a padokra? Ne basszatok fő! Úristen! Most nézem, azért hamutálsz oda, basz. Hamutálsz oda, basz. Lehet, hogyha szardot kell, akkor bele is tudod nyomni itt a nagy izéket. Kígyókat, érted? Egy, kettő, csatold be a cipőm, 3-4, kapolj az ajtó, 5-6 pártát szedni. Ez annyira nem, dik homokozik. Szia! Belátok a szoknyát alá! Jó napot kívánok! Sziasztok! Tiszteletem! Hello! Szia bácsi! Szeretnék be... Mi ez a hang? Jó napot kívánok! Akkor... Jó, akkor nem. Akkor nem, akkor nem erre szednek, nem erre jövök be, hanem a másik ajtón. Akkor a másik ajtón fogunk a kettes blokkba. Ohó, hogy lehet kukucskálni, de jó, azt nagyon szeretünk kukucskálni, az annyira jó, akkor ide se tudunk bevenni. Ezeket a hazug gyászjelentéseket le kell szedni. Ja, hogy le... Ja! Jó, le kell szedni a gyászjelentéseket, bassz meg. The spring was supposed to keep us together, not tear us apart. Gabriel fiúnak az anyja, akinek meghalt a fia a tűzbe. Most pedig a proféta szava arra tanít minket, hogy ne ítéljük el a... Te is jöhova tanulja vagy, bazd meg? Öcsém, milyen cipő van rajta, bazd meg? Rendesen azt mondom, hogy szexuálisan föl van öltözve ez a jány. Pöttyös ruha. Jó kis cipő, mindenek. Sziasztok anyukák, itt vagyok mögötted, nem akartok hátra nézni? Nem? Jó, menjek megkeresem a gyászjelentéseket a hirdető táblákon még, biztos itt is van-e. Persze, hogy van. How dare they even mention you after what they did? Nem hallgathatom tovább, el kell mennem apám lakására. A foter lakására kell menni? Jó van akkor. Eltűnt a bácsi az ajtóból oda néz. Úristen. Nicolette, szia, szia. A 10-es, 18-as lakásról van szó most. Azt hittem, hogy amikor a tavaszra költöztem, megváltozott a címet. A következőkkel kapcsolatban Dorothy Lindy ügyészség a titkárság tájékoztatja, hogy számú közérdekű indítvány alapján, pöröghetsz a farkam kalapján, az ügyészség vizsgálatot indított a tanúnak, a kórházi látogatást megelőző 2 héten történt tartózkodási helye tekintetében. Továbbá az ügyészség a meghallgatás lezárásakor tanú Dorothy Lindy 12 órán hosszabb időre nem hagyhatja el a várost. Azt mondja, hogy a betegre vonatkozik, a kórház illantatás előttileg Jane Doe német szerepelt később megállapítani, Dorothy Lindy az eltűnt személy bejelentését és hozzátartozó dokumentációt törölték az archívumból, vagy összevonták a meglévő megnevezett beteg aktákkal. A beteg állapotára vonatkozó kórházi feljegyzések, mint például a felvétel a dokumentáció, a koponya, a karok és a törzs röntgen felvételei, a fejsérülésre vonatkozó gyógyszeradagolás, vérnyomás, vérvizsgálat és vérkép eredménye pszichiáter beutalója. Aha! Ez a hang, ami a háttérben van, ettől kikészülök. Ez a pontosan nyomja, bazd meg. 18-as ház. Akkor lifttel kell menni, jó napot kívánok. Hívjuk a liftet.
Melyik a lift? Ez-e? Vagy mind a kettő az? Hú, ezek a régi liftek, de rosszak. Nekem annyi ilyen álmom volt, hogy nem mertem bevenni a liftbe, bazd meg. Szia, én mennék a másikkal. Oké? Okay? Nyugodtan menjél fel, ahova szeretnél, nem tudom, hol szeretnék kiszállni. Te fekete özvegy kurva. Én megyek a másikkal, rendbe. Nem lehet. Nem lehet! Szóval... Hello! Szia! Az igen, nagyon szexuálisan vagy felöltözve, azt kell, hogy mondjam. Ezt a kurva, mi a fehér szemeid vannak, te hülye ribanc! Én a harmadikra megyek. Why did you make me come back here? Only here will you find what you need. Tell me, how going through my father's stuff could help me find my son? Your father believed in the blessed teachings more than you know. Belongings, yours and Gabriel's, are the key here. Find your father's journal. And then what? Accept that death can take different forms. Hát remélem a temetőbe siet amúgy. Jó, mert azt mondta, keresünk meg apám naplóját. 18-as lakás kell nekünk. Anya, mi van vacsorára? Töltött pinak irántott fassa. Jó lesz, fiam? Szavasz, Kendo! A lakás pótkulcsa valahol itt kell, hogy legyen. Szőnyeg alatt? Mindig milyen cipellőnk van, oda nézzé? Nagyon szexuális cipellők vagyunk, amíg azt kell, hogy mondjam. Igazi 1980-as évekbeli történetek vannak itten. Mi van, mi a bajod? Mi van, szomszéd? Mit leselkedel, he? Figyelj ide, bebaszok egy jó nagyot. Bajszos kutya. Hova nem kéne visszatérni? There's nothing left for you here. That is my business, thank you. 10K Jordan nem van? Az igen. Azt mondja, találj meg a hova szoktál rendni a pótkulcsot? A virágok alá, ugye? A virágok alá vagy a szőnyeg alá? Legalábbis. A virágcserép alatt nézzük meg gyorsan. Úristen, kinek van 200-ig újabb az ennek? De komolyan, valaki ide rejti el a kurva kulcsokat, de most komolyan. Csak a napló miatt jöttem vissza, hova rejtette el apa? Bazd meg, ez a játék baszottul néz ki. Azt a kurva élet. Eszméletlenül néz ki ez a játék. Mi ez, vécé? Aha. És már most van itt egy óra, ami nagyon kakuk. Hopp, egy eset. Bazd meg, ebben a blokkban folyamatosan izének, fúrnak. He was a weird furcsa man. Ember volt, de azt hiszem a maga módján szerette az unokát. Mint amúgy a valódi életbe. Amúgy NC-s Kendo-t, ti nem fogjátok elkezdeni az izét? Mi az? Remnant from the Ashes-t? Ma jelent meg, nem? Vagy mikor jelenik az meg? Bazd meg, esküszöm, rendesen folyamatosan fúrnak a játékba. Mint a való életben, hogy a blokkba laksz, bazd meg. Komolyan. 25-én? Ja. Mert én már máma láttam streamelni embereket. Jó, hogy lehetett biztos venni ilyen Deluxe Edition-t. Aha. Dad's workshop. Apa műhely először a nappalit kellene. Hogy a picsávni? Úristen! Most mielőtt bejövünk ebbe a ebédlőbe, most mindenki rakja a kezére a szívit. Vagyis ezt most fordítsátok meg, ezt a mondatot, a szívetekre, a kezeteket, oké? Okay? És nézzetek be ebbe ebédlőbe. Nappaliba, bazd meg. Mi van itt bent? Dika parketta. Dik az a szőnyeg. Dik az a szék. És mindenhez oda kell rakni, hogy dik. Azt, és még az a függöny.
Az a csillár! Az a szekrény! Hogy néz ki, Gatsby? Mindig az italos szekrényt használta arra, hogy elrejtse értékes tárgyait. Szocializmus. Szevasz, Szivar! Szia! Nem is tudtam, hogy a nagy buteromhoz megyünk. Hát, biztos, hogy vannak még ilyenek, akik így laknak, így ének amúgy. Ez a kép jó, a Gabriel születése előtt készült, apa elvitte anyát és engem a tengerparton nyaralni boldog időben, annyira hiányzik anya, minden más lenne, ha élne. Ez így szokott lenni, igen. Szóval, hogyha Deluxe Edition-t vetti, akkor kolász. Meg ez a ajtó, ez a bőrös ajtó, úristen. Gabriel's room. I can't. Maybe later. Nagyon. Ez a játék, Geci, úgy néz ki, hogy mindjárt összeborulok. Mindjárt összeborulok itt a játék előtt. Muti, ez mi ez? Zenelele játszó. Zenelele. Abba a pillanatban beraktuk a nagy izét. Itt a lemezt. Elindítsuk. Azért legyen hangulat. Érted? Ennél jobb nóta nem volt. Valami mulatós vagy valami, more? Miért ilyen horrorisztikus zene van itt? Hát mindjárt a sikolj. Komolyan mondom. Azt mondja, ezek a lemezek? Bakelitek lemezek, elnézést kívánok! Ez az első album, amit gyerekkoromban vettem, valami borítóval, és meg... De meghallgatni nem lehet. Csak meg tudom nézni. Szóval mit kell megkeresni? A naplót, nem? Mi a faszt? Itt a szekrény. TV. Bazd meg, így tudod állítani a tévének a kontrasztját, meg a színeket, meg minden szart. Mi a fasz? Oda nézd, bejött a adás! Én beszarok. Kurva jó! A month has passed since the greatest tragedy of recent years. The fire of the headquarters of the Spring of Eternity, which took the lives of 20 people occupying key positions in the organization, including the most important one, the Prophet. All the faithful place flowers and light candles in their windows, praying for the victims to pass on peacefully to the true kingdom. Ennyi. Cigicsikkek, nagyon szépen. Az mi az? Ecset. Itt van a terasz, itt lehet kint cikizgetni, meg minden ilyesmit. Jó, ezt a zenét kikapcsolom, mert az meg olyan, hogy a macskák helyet ülnek, komolyan mondom. Faszomat ebbe a zenébe. Nem volt olyan jó romantikus muzika vagy valami. Na, azt mondja, italos szekrény kell nekünk, mert ott vannak a nagy kincsek. Apa oda rejtette a kincseit, azt mondta. El lesz az-e. Kell kulcs biztos, megyünk, fogadunk? Nem. Wow. Jó, akkor nem. Mom's photo. Aha. Anyu milyen szexuális volt. Ilyen volt a nagyunak, én voltam a távirányító. Látod? Univerzális távirányító. Megoldották ezt régen. Teljesen. De nem azt akarom interaktálni, hanem azt a hello. Így-e? Spring up... Mi volt ez a hang? Apa újsága. Múlt kedden kigyulladt az örök forrás főépülete, ahogy a mentési kísérletek az éjszaka folyamán folytatódtak, egyre több holttestet találtak a romok között. Nagy tragédia érte városunkat, mivel legnevezetesebb szimbólumát felemésztette az egész éjszaka tomboló pokolvihar. A tűz okáról egyelőre semmit nem tudni. Jelenleg nincs hír arról, hogy mi történt a prófétával, vagy hogy egyáltalán életben van-e. A gyülekezet számos híve gyűlt össze a tábor közelében, hogy segítsen a mentési kísérletekben. A túlélők közül néhányat a közeli Szent Lukás kórházba szállították. Öngyújtó? Szerintetek ez fog kelleni a képzésőbbiekben, öngyújtó? Vagy nem? Utáltam ezt a dolgot, állandó kattogás, a benzinszagot és mindig jelenlévő cigarettailatot. Voltak napok, amikor ezt az átkozott kattogást hallottuk a műhelyéből, akkor legalább volt egy kis nyugalmunk. Ah, szóval, hogy nem voltak olyan jól a apucival. Igen, klisés horror sztori. Ha nem a szekrényben, akkor hol van? Talán a műhelyében? Aha.
Ha büdös öreg asszom, bazd meg itt lesz a lakásban, olyat labaszolni kell ezekkel a papucsokkal, bazd meg, hogy össze-vissza fogja szarni magát húgyozni. Érted? Még a pinaszőre is ki fog nőni, ami már rég nincsen neki. Hello, konyha! Valami csöpög. Oké. A kenyér még nem rohadt el. Érted? Minden kattog, minden csöpög, de semmit nem lát. Óra is kattog, órajárás nem lát. Csöpög a víz, azt nem látod. Ez vannak ilyen detailok. Ez mi a fasz? Érdekes dolgok vannak itt ebben a játékban. El kéne húzni a függönyt. Na várj, mindjárt benéz... Aha. De azért a pálinka ment. A pálinka ment, hogy basszam szét a gyomrodot. A nagy izék. Mi ez? Bye. Az a neve. Az igaz. Akkoriban a kenyér még elállt ilyen egy hétig. Hello Dorothy, tudtam, hogy előbb-utóbb megtaláld ezt a kazettát, remélem, hogy az eltűnésen nem szomorított el túlságosan, bárcsak megmagyarázhattam, de nem akarom tovább terhelni a terheiteket. Azon tűnődtem, hogy vajon gyűlölsz-e engem, Dorothy, elvére nem is élnél ott, ha nem lennénk a... nem lennének a veszekedéseink. Én a hitemen tömprengtem, mostanában talán én vagyok a hibás. Dorothy most bebaszik keménybe, bazd meg. Bebassza a dupla vodkát. Aztán mindenhol fog látni ilyen kamandukát, érted? Nagyon jó. Most remélem lefekszünk aludni, mert bebasztunk két vodkát, nem? Hát persze, hogy ez egy orosz játék valószínűleg. Érted, ezt már most látom. Jól megnézek a hűtőben mi van. Jó napot kívánok! Aha. Ez egy üdítő. Üdítő, kóla. És ahol lehet googolni, nagyon szép. Ez a nő jól begoogol, azt kell, hogy mondjam. Ez pont faszmagasság google. Érted? Úgyhogy azt, hogy becsukjuk. Elnézés, ez véletlen volt. Igen, a friss illat véget. Nyitottam ki a ablakot. Nagyon szép. Véletlenül megnyomtam F-et. Jó. Átnéztük a konyhát is. Akkor most menjünk ide a dolgozószobába. Azt a porszívót nézem, milyen csőve van. No honor! Ferike itt vagy? Bedugnád neki mi? Az pont a te méreted a végződése. Mindig volt egy pótkulcs, ami el van rejtve valahol a házban. Ez miért csukodott be a... fürdőszoba, jó napot kívánok. Ezt lehet nem néztük át tüzesesen. A fürdőszobát. Van ecset? Ide be tudok jönni most? Aha, hogy betunk. Úristen, milyen izé van itt. Pontosan fúrnak a fülembe, olyan, mint hogyha tényleg fúrnának itt valahol. Gabriel születésnapja. A harmadik születésnapja, emlékszem, milyen boldog voltam, amikor az összes többi gyerek eljött. A torta után órákig játszottak, új játékokat és figurákat találtak ki maguknak. A következő hetekben semmi másról nem beszélt, csak a buliáról. Azon kevés képek egyike, amelyikben valóban igazán boldog. Rakétaporszívó. Az ilyen... tényleg ilyen rakétaporszívó kinézetű. Úristen, milyen csúnya vagy, te róka. Várszava! Fú, amúgy tetszik nektek ilyen izé, ilyen szoba? Ami ki van festve? Szerintem gyerekszobának amúgy tökéletes, hogy ilyen totál átfesteni egész szobát. Nem ilyen egyszerűre, hanem ilyen rajzokkal. Szerintem az kurva jól néz. Igen, van ecset, minden. Festék. Itt nem lehet interaktálni semmit? Semmi? Hopp, itt van a nagy csomagom, oda nézi elrejtve ágy alá. Abba a pillanatban. És mi? Jó, ez nagyon érdekes nekem ez most. Ennek mi volt a értelme? El kell rakodni? Ezt viszek magammal mindent! Mindent lapunk, bazd meg! Ez ennyi mi? Kurva anyád? Ez mi ez? Itt volt a kulcs! Itt volt a kulcs, elrejtve, ez most komoly. Na váltok, elpakolunk, bazd meg. Jó, nagyon szép.
Picit interakcióval baj van, de, sem, de hozzászokható. Na, elrakottunk, nézd meg, gyönyörűen ágy alá. Ágy alá a legjobb rakodni, azt kell, hogy mondjam. A legegyszerűbb módja itt a rakodásnak. Én is szeretem. Nem, a gyerek az meghalt, Anubis. Most a apámnak a naplóját keressük. Állítólag ebben fogunk tudni valamit tovább haladni, ezt mondta a öregasszony. Tű, ez is nagy festő volt, bazdmeg, mint a Layers of Fear-be. Puzzle? Igen. Tökéletes vagyok, úristen, nem megyek. So this is his journal. These pages are filled with notes on rituals, crossings, visions. What was this madman up to? Mire készülhetett ez az őrült? The last page. Speaks of a ritual szóval akkor biztos, hogy itt is a fater szervezett be minket amúgy a belgét helyzetbe. One's memories, one's past. Three objects, three tokens of three relationships are to be sacrificed. És milyen jók a kameramozgások, észrevettétek? Szóval nem azon, hogy fixen mutassák a nőt, hanem hogy most olvasta a naplót, és így a polcom és a könyvek mögött jött így a kamera, vagy hol a faszom, kurva jól néz ki amúgy. Nem mutja ezt a festményt. That's final work. No. I don't want to look at this. Nem akarod megnézni, de miért? Úristen. Ezek a vázlatok azért annyira nem szépek. Hát azért ilyet én is tudok festeni. Ez mi a tököm? Gabriel's hair. Egy tincs Gabriel hajából. Hát ez már tiszta Layers of Fear, komolyan. Cutting it himself. Now I'm glad he did it. It's the last piece of my son's left. És ki tudja, hogy mit csinálta az éve a fiunknak a hajával, bazd meg ez a pervers disznó. Az utolsó dolog, amivel valaha is táplálni akartam a lányunkat, de ha a fiam eme részének feláldozása esélyt ad arra, hogy visszahozzam őt, hát legyen, ápolni fogom az emlékét, amíg együtt lehetünk. Jó, most szerintem három tárgyat meg kell találnunk a fiunkból, nem? A rituáléhoz, szertartáshoz. Valami ilyet olvasott ez a Choicy. Choicy, ezt nem akarja megnézni. Én úgy érzem, hogy ez a öregasszony mindjárt elő fog bukkanni valahol, mert most megtaláltuk a naplót. Mondom én, három elemet kell összegyűjteni a rituáléhoz, ez a lakás tele van a régi emlékekkel. De régi emlékekkel tele van! Ez a lakás! Rakétaporszívó is itt van! Ezen szoktunk lovagolni gyerekkorunkba. A rakétaporszívón. Olyan jó emlékek fűznek hozzá. Szekrényben nincs senki. Emlékezz rám, mikor fúj a szél. Emlékezz, mikor minden véget ér. Hol vannak most a darabok? Gabrielből kell még kettő darab. De ott, akkor ott kéne izéből összeszedni, nem? Gyerekszobából gondolom, ha itt van a sok szar. Ja. Oroszul van írva, mint én. Gondolom. Dom. Mint ház. Mi az? Kotrtk. Gondolom az a macska. Ezt nem tudom magammal vinni, gondolom, ezt nem. Itt nincsenek valami személyes tárgyak. Személyes tárgyak. Nem, ezeket csak elpakolni. Mit? Ja, hogy googolok, bazd meg, azt hittem már. Ja, ti nem lássátok, mert pont eltakarom. Amúgy pont ahol eltakarom, ott van a hajtincs jel is, amit fölvettem. Úgyhogy az ott van. Itt nincs lófas se. Csillag. Csillag, csillag, csillag. Ezt sem tudom elrakni. Ezed se. Papucski.
Teraszon nem tudunk kimenni. Hát ebben az, hogy itt már átnéztem mindent, amit átlehetett. Szavasz, David, csöcsi, hello, hello. Szia, szia, hello. Ezt se lehet elrakni. Öngyújtót nem tudom magammal vinni, more. Nem, semmit nem tudok magam, de ez most... Három elemet köszönjük, hogy ez a lakás tele van a régi emlékekkel. Hát az egy dolog, hogy tele van a régi emlékekkel, de nem tudok elvinni semmit. Ma végignéztem egész kérót. Vagy nem? Ó, az a tigrises izé. Cucc. Srácok, ti láttok valamit, amit én nem? Esetleg? Esetlegesen-e? Van-e olyan valami, amit én nem vettem észre? Ugye, itt vigyek a vodkát? Aha! Ez mi volt ez? Elhoztam a képet! Ó, hogy most fogom egy saját rituálét, ez most komoly. Most ebbe a kis edénkébe. Elhoztam a képet, és a hajtincset. Aha, ebben van, mint Mr. Bean. Jó, akkor itt kell összegyűjteni a rituáléhoz megszerzett cuccokat. Öntsük fel egy kis kólával, mit szóltok? Vagy egy kis ilyen juice-a, nem lehet? Juice-a. Gyújtsunk már egy rá egy cigire, bazd meg, ki van nyitva ablak. Ez dohányzó lakás. Ez eldohányzó. 80-as éve mindenki otthon dolgozott, baszki. Dolgozott? Cigizett. Faszom. Az Zoli már el van szédíve. Gyömbére? Gyömbérre! WC-be talál valami személyes tárgy? Személyes fogamzásgátló esetleg, vagy valami? Csipesz. Vécepapír. Szardarabka. Amúgy tiszta, megint fúrnak. Már megint fúrnak ezek a kurva szomszédok! A kurva anyjukat baszik, ez már megint fúr esetet. Denike! Nem bír a vérivel ez a csávó! Minden egyes nap. Hát szevasz, nagyon szépen köszi a subgiftet Poma Kantusznak, akit 100 éve nem láttunk. Szevasz, szevasz. Elfogyott a gyömbérszörp. Na-na-na-na-na-na-na. Zümmezum, zümmezum. Ez lesz az ecset, ezt visszük. Apa kedvenc ecsete volt. Nagyon szép. Már itt horró? Na, nagyon szép. Nagyon fasza. Örülök, hogy rendben van a maga fasza. Bocsi. Bocsi. Ez csak azért tette, aki tudja, hogy most mi van a Discordon, érted? Mert Denikének ott azért volt, nagy operációk volt. Úgyhogy elnézést kívánok. Szóval, rituálékhoz fölkészülni. Gyerünk! With this, I accept the eternal city and its throne. With egy kis vodkávú fel kellett tölteni az én. Who I am and what I own. I submit my past and those who define me. To experience az a szíjad be, szíjad be, persze, hogy... Hú, az a baj, hogy most kábulás után itt fölkeltünk. Problémából leszünk most. Azaz most kiokádunk mindent, baszki. Reál Gazsi, szevasz. Te már egyszer nem követtél be, Reál Gazsi? Vagy nem? Vagy máshol láttad? Köszi a követést, köszi. Te is így néztél ki a hatatás után? Betépett picit. Az egyetlen reményem volt, hogy befejezzem a rituálét. Ki a Mari? Hát bazd meg, meg kell keresni akkor ezt a büdös ribancot. Második fejezet. Most már nincs visszaút. Éha, besötétedes srácok, itt most, na most kezd a horror ki valószínűleg. Szerintem, mit szóltok? Hol keltünk föl? Híha. Híha.
A fejem is ez az átkozó zene, nem tudom tisztán gondolni. What is this music? Csak én mondanám nektek, hello, jó napot kívánok, sok tisztelettel szeretném ezt mondani, hogy én ezt a zenét lekapcsoltam, rendben? Én ezt a zenét előbb lekapcsoltam teljes mértékben. Már fürödtünk is egyet? Kibostuk a sunát azért. Picit csiganyálosak voltunk itt. Minden ilyesmi, úgyhogy nagy kimosások voltak. Sasuke, te vagy az? Vagyis Itachi? Itachi, te vagy az? Te vagy a konyhába? Miért tartsuk így a kezünket? Mint hogy éppen boxolni szeretnénk amúgy. Why is the doorknob gone? Ja, hogy eltűnt a kilincs. Oké, nagyon jó. Szerintem elkezdődött a játék, jó napot kívánok! Itachi! Itachi Uchiha! Szeretném, hogyha nem akarnál meg buffni. Mi ez a húsdarálás? Mi ez a sok pókhálom? Mi történt itt? Takarodj innen, te kurva madár! Húha! Hát itt valami nagyon nagy házi buli lehetett amúgy. Ablakot csuk be? Nem? Fúj. Patkánkák a hűtővel, valami bordák, hogy mi az Isten backi. Nagy darálások történtek, a régi húsdaráló, a drága alkohol az kiömlött. A zene kikészít, a víz még mindig csöpög. Hát itt minden, hát backi, meddig voltunk kiütve te? Hát itt több ezer évig voltunk kiütve, azt kell, hogy mondjam, jó napot kívánok. Eltűnt a kilincs, ugye? Ha minden igaz, itt van a rakétaporsz. Halló, van ott bent valaki? Dad? Apa, te vagy az? Nagyon jó vagy a dugulások elhárításában, és ezt kimondta. Ezt kimondta neked. Jó, megfestették a én arcképemet. Amondó vagyok, az a nézé. Szia. Amúgy elég jól nézünk ki, azt kell, hogy mondjam, nagyon szexuálisak vagyunk. Mi a fasz az a kopogás? Mi a feladatom? Ez átkozó, nem tudok. Meg kell gondolom találni a kilincset. Meg kell találni a kilincset, hogy be tudjak menni a nappaliba állítani ezt a kurva zenét. Jó, valószínűleg a gyerekeknél lesz bent, akik röhögnek. Nagyon jó. Baszki, csuklak ettől hülye energiátartó. Jó, menjünk be a gyerekekkel, nézzünk be, mert... Hello, jó napot kívánok, van itthon valaki? Hát ez a lámpa az baszik rá égni. Az anyámat, itt aztán rendes cirkuszt építettek fel. És le be kell gugulni, komolyan. Hogy én segítsek neked? Kinek? Azt a kurva! Hú, de hangos volt ez! Na jó, most összeugrott a kukim. Szia!
Azt a kurva! Na jó, az egyáltalán nem beteg. Áda, hogy... Halló, elnézést kívánok! Ki az? Jövök, már nyitom az ajtót, teribant. Szia! Elnézést, ki van itt a kurva anyátokat? Megbaszok mindenkit ám! 8 méteres főzőkorán a kezemben van. Amúgy be vagyok szarva, picit. Nem történt meg a interakció. Lehet ki kéne menni. Don't leave me, mom. Gabriel? Stop! Gabriel, mi csinálsz? Na persze. Persze egy horror izébe, egy horror épp blokkba járkáljunk mi. Mi a hülye vagy a fejedre, bazd meg. Hát de nem jön a lift. Hűha. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a játék most így picit beledvesített hirtelen. Azt a kú... Megy, jövök, anya jön! Anya menne, de... Nem tudok. Jézusom, de nagyon parabacki. Nagyon para ez a játék, baszki. Hol vagy, Gabriel? Hello, te vagy az? Gabriel, fiam. Te vagy ott a sötétbe? Hogy verjen beléd a százasszöget. Geci, de nem van nálad izé? Én játszok veled, fiam. Csak gyere vissza hozzám. Ne menekülj tovább. Itt van anya. Itt van anya. Még szoptató állapotban vagyok. Ráugorhatsz a csecsemre. Kiröhögött így. Jó, húzzunk ki ebből a épületből, mert konkrétan mindjárt szívinfarktus fog kapni. És már kezd folyni a taknyom is, azt kell, hogy mondjam. De mi a faszért most, komolyan srácok? Más nem tudnak kitalálni egy horror játékba, mint az, hogy kidobnak egy labdát. Ez most komoly? Ez egy csúzli. Baszki. Ez egy csúzli. What monsters will you protect me from now? Hol vagy, fiam? Hol vagy, Gabrielem? Gabriel arkangyalom. És nem látok semmit. Vajon tényleg Gabriel lehet az? Miért menekül?
Nem tudom, de most van nálam egy csúszda, amit nem tudunk használni. És olyan sötét van, hogy a fasz se látok. Hajnalodik. Kiugrom az ágyból. A barátom megvár rám. Hisz én ismerem őt, hisz ő ismeri őt. Hisz ő mackó. Mici a mackó. Take this. Felvettelek testvért, fel. Pont, még most a stream elején vettem észre. Aha, itt ajtó. Az soha nem mindegy, Anubis, hogy milyen így. Mert hogyha ott a lent a csiklót masszírozgatod és olyan ingereket adsz egy nőnek, akkor az úgy teljesen más, érted? Kis lovász, nagyon szépen köszi a követést! Szóval, hogyha lent a csiklót... Érted? Nyomogatod, akkor az egy jó ingeradás. De hogy a horrorba összehúzzák a faszodat a seglukatba, az azért annyira nem jó. Szia, hello! A kurva nagyon par... Valaki folyamatosan suttog. Ez egy flashlight, amit fölvettem? Ó, hogy van egy flashlightunk is, az nagyon szép. Persze, hova... Anybody here? Anybody here? Van itthon valaki? A pincébe? Szavasz kis lovász, hello. Van itt valaki a pincébe, hogy basszam ki a lukat? Utátom. Akármikor, ahogy a blogba laktam. Vagyis ilyen panelekre gondolok, tudjátok ezekre a 8 emeletes, azoknak olyan félelmetes pince volt nekik lent, hogy az eszméletlen. Utáltam lemenni a biciklimért mindig. És most is le kellett jönnöm a pincébe. Ezt nem tudjuk vinni, ezt a izét? Ezt a ásót? Ásókap a nagy harang. Jó napot! Elnézést! Van itt valami pince lakó? Lakja ezt a pincét valami élőlény? Hú, a szívem kiugrik a helyéről, te! Nem bízz le! Nem fordulunk meg! De megfordulunk. Kész, itt valami béka király lakik. Jó, erre megyünk el. De hogy kell használni ezt a csúzlit? Le akarok csúzni, adjatok. Srácok, jók a hangok? Mindent hallotok? Suttogás, izé. Vagy adjak rá hangot a játékra. Mert tudok még adni. Mindentök. De úgy gondolom, hogy nem halk. Mert tudom, hogy most annyira nem akartok beszarni, mint én. De szívesen adok. Szívesen adok még hangot. Mindenkinek tökéletes, bassza meg. Oké. Nagy fény, úr, és jó, a tanúi itt rendezkedtek be. De minek kellett ide izé kaszabazd meg? Ez egész dologhoz. Marini lát a biciklivel. Na, jó, a tanúi itt rendezkedtek be, és itt voltak a nagy szertart. Na, itt van Mari is, nézd meg. Ez nyűszített, éppen magához nyújt. Nézte a nagy poreszt, bekapcsolta a 30 centis vibrátort, most se lét benne elevet, érted? Röntgött, mint a kurva élet, főszúrta, olyan nyerítéseket végigizve, azt hittük, hogy valami patkályok vannak itt. Hát ilyet. Brought us here. Then why is Gabriel not here? Because he is trapped in the Eternal City. Powerful forces have imprisoned him in the monastery. Yet do not despair, you are still weak, but there are things that will help you. Közel egy az oltárhoz. The altar. The altar.
Fú, a viaszba öntött arcom. I don't understand. This mask is your strength. It will guard you from sorrow. Put it on. If I do this, will I see my son? Yes, you will. This mask will protect you from the effect the city has upon its people. Vissza szoktam nézni a horror streamekből mindig pár részt amúgy. Tévén is, meg tableten is, mindenhol. Olyan semmilyen a hang, ahhoz képest, amit én hallok, így a játék alatt, hogy ez eszméletlen. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy mondjuk, hogyha valaki nézi a streamet, akkor ezért nem ijed meg. Bazd meg, és páncélt vettünk föl, mi az Isten? Xena! Xena útra készen áll! A nagy harcos amazon a csúzliva, oda nézzé! Kifestett körmök, minden, geci! Ez az, gyerünk! Induljon neki a háborúnak! Na lusta vagy elővenni? Vigyázz a szavakkal, mert Holly ráugrik rögtön. Mármint nem arra, amit lusta vagy elővenni, hanem a szavaidra, érted? A maszkodnak köszönhetően látod az utat, ami a fiathoz, Gabrielhez vezet. Úristen, de jó ez a maszk. Most már nincs visszaút, legyen esélyem, hogy megmentsem Gabrielt, ha belépek a örökvárosba. Két bogyó az, inkább úgy mondanám, hogy két bogyó az arcba és indulás a harcba. És aztán együtt meg elmegyünk a faszba. Éha! Konkrétan a realitástól és a gyönyörű, úgyhív, a blokkos régi elrendezés 1980-as évekből, hova jutottunk? Hova jutottunk, bazd meg? A poklokba. Ez a maszk az erőd. Remélem igaza volt. Hú. Fáj a szívem. Jaj, de nagyon beteg. Orvoshoz én vele úgysem megyek. Remélem, hogy meghalt a játék. Nem, megyünk tovább. Harmadik fejezet, Unholy van, csapdába esett lófasz. Hát még nagyon szép, hogy érdekel a streamem, kis lovász, ne viccelj. Klikkert, szevasz, köszi a követést, köszi. Oda nézi Mari, most nagyon gyönyörű ilyen bepókhálózták, érted? Amúgy oda nézi rendesen, úgy azt tudod, mint valami Van Helsing lenne. Csá-csá! Eddig mi a vélemény a játékról? Hát most kezdett horror skill lenni a játék, azt kell, hogy mondjam neked. Szóval eddig most kezdődött el a horror része, eddig ilyen... Belenéztünk, hogy milyen volt a 1980-as élet, a vizualitás, minden ilyesmi. Kurva szép amúgy a játék. Úgyhogy... az a sztori, hogy eltűnt a gyerekem, mire Jehova tanúk elrabultak, és nem elrabulták, hanem úgy feláldozták, vagy mi a fasz. És most őt akarjuk kihozni a örök város bugyrából, vagy honnan a tekemből. Csak egy lehetőség van követni az alagutat és megtalálni az utat a felszínre. Bazd meg, ezek mozognak! Úristen, itt rendes élővilágban lent. Lejöttünk a pincébe, a pincéből át, most valahogy bekeveredtünk a metróba, érted? Bár hogy kell menni a csúzlit? Én nem tudom. Jaj, most jelent meg két napja, jaj. Ez a kristály, ez az erős érzelmekkel rezonál, félem is, meglepetés. Új érzelmet találtál, sok. Öcsi, most nézem, hogy ez egy ember, azt hittem. Most már engedi, mert fölvettem ezt a bogyót. Ilyen érzelmekkel kell előni ezeket a szarokat. Bazom, most nézem, hogy ez egy ember. És mi, oda nézed, hogy milyen pozícióba széttárta a lábát a másiknak, érted? Azt mondta, gyere, gyere és fajjál, te disznó. Hát belehaltak.
mielőtt itt nagy izék, pornográfiák előjöhettek volna. Ilyen ez a show business. Én ennek itten fogta a fejét, Pali bácsi, konkrétan fogta a fejét, hogy úristen, mi lesz itt, nagy szexuális tevékenységek fognak itt történni. Ő még itt fogta a fejét, Pali bácsi, hogy én meg nem vehetek részt ebbe a dologba, érted? Nagyon erős volt a váltás, de kíváncsi, hogy mi fog ebből kisülni. Amúgy, ha minden igaz, három fejezet van a játékban. És most a harmadik fejezetben vagyunk. Ezt ne kéne lőni, ezt a szart. Jó, nem? Aha! Ezek is érdekes dolgok egy horrorjátékból, hogy így lövődözni kell egy csúszdival, de megszokjuk majd. Fogod nyomni majd te is? Gondolom, hogyha így mondtad. Mászás! Vagy még mászás van ebben a játékban, beszart. Nagyon szépen kimásztunk. Bár még annyi horror jelenet nem volt, hogy annyiszor beszartunk. Egyszer talán a hangtól nagyon beszartam. Az erős volt. Ez inkább úgy látom, hogy a vizualitása ment rá a játék inkább, mint a jumpscare-ekre. Ami nem minden esetben rossz. De azért már mi már itt elvárjuk a horror játéktól, ezért üssön. Muníció. Munition. Oda nézzé. Én vagyok az egyetlen, aki csalódott abban, ahogyan a dolgok működnek ebben az egész örökvárosban. Még az örökkévalóság tavaszán azt mondták nekünk, hogy ez valami ígéret földje, de ez a szarfészek egyáltalán nem hasonlít rá. Talán más vallásoknak jobban megy, vagy talán a halál utáni élet egyszerűen pokol, függetlenül attól, hogy miben hiszel. Aha. Vérzik a vonat! Vérzik a vonat! Ez mi ez? Ez... Jó napot kívánok! Megérkeztünk a kettes vágányra. Vártok, majd veszünk fel muníciót. Vagy nem veszünk, mert tele vagyunk. Rengeteg játék, az baj. Dehogy baj, az a legjobb, amikor rengeteg játék van. Attila, nagyon szépen köszönöm a követés. Sziasztok srácok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Az soha nem baj, hogyha rengeteg játék van. Veszünk el a játékokba, hogy mindig elmondom, hogy... Bám, csibirip, oda nézzél, rögtön létránsz ki. Mindjárt haladunk tovább, megnézzük, hogy itt van... Mi a fasz van? Hiha, itt valami nagy kódok vannak és egy kéz van itt. Nem fogsz bántani néni, ugye? You don't need it anymore. Micsoda, vérrel borított jegyzet. Valaki van mögöttem. Ja, de valószínűleg azért vegyes értékelésű, mert amúgy most jelent meg két nap, és még lehet annyi ember nem játszott vele, vagy fogalmam sincs. De azt hiszem volt demoja ennek a játéknak, nem? Valamiféle kórsorozatnak tűnik furcsa, de fontos lehet. Hát én itt annyit látok, hogy S. Fönt a S. Hello? Most már kinyithatom a kaput, tovább mehetek. Ez a mi? Nagyon szépen mászunk. Ó, ott van exit a sajtó. De akkor miért nem arra mentünk? Baszki, minek jöttem ide föl? Na jó, nem értem, hogy minek jöttünk ide föl, semmi baj. Mert nem erre kell kimenni. Ja, hogy a baszki, azt nem vettem észre. Ott vannak a nagy kapcsolók. Van kapcsolva a flashlight? Nincsen. Azért nem látok én semmit. Iha, na vártok, itt vannak a nagy kódok. Interakció. Hogyan volt? Fönt? Ne, piros. Sztornó. Rossz, elbasztam. Újra. Elkúrtam, most már tudom, mi van. Hogy kell sztornózni, sehogy? Jó, akkor basztuk el. Nagyon jó. Dik megbaszott áramsz ki. Úristen. Dik a fej. Fent, közép, lent.
nem tudtam, hogy működik. Fent, közép, közép, lent. Harapós! Harapós ajtó, azt kell, hogy mondjam. Harapós kedvűve van. Megyek már? Mindjárt ott vagyok. Kinyit exit. Nagyszerű, a kapu eltört, már csak a szervizajtók egyetlen lehetősége. Itt a ötödik cucc. Ami bekapcsolta a generátort. Hát eddig érdekes ez a játék, mert amúgy tényleg nem történt olyan sok minden. Mi a fasz? Hello? Hát maradj ott egy helyben légy szíves, kurva anyád. Hát picit, jó, picit betartom, olvasni akarok. A pest is itt talált ránk, azok az indák kívülről nőttek befelé, sűrűn, erezetten, mindenfelé terjeszve mérgüket. Elzárta az alagutat, a többieknek sikerült elmenniük, én beteg voltam, ezért ott hagytak, csak várni tudok, valaki majd jön. Én nagyon be tudok szarni, úgyhogy már voltam, ahogy leugrottam a székre egy horrorjáték közben, az amikor nagyon beszartam. Úgyhogy meg tudnak esni ilyen dolgok. Úgy pofon lőlek, bazd meg, ne? A fasz! Hello! Elpattant egy húr! Azt mondja, elpattant, kurva hangos nekem a játék amúgy. Hello! Nem kapok levegőt, gyorsan, hol mászhatok fel, megfulladok! Mi van? Még meg fog fulladni, bazd meg. Mari, bírjad! Levegőt! Jövök már! Hú, bazd meg, olasz fingott van a szobában, hogy majdnem megfulladtam. Elresztettem itt a izé egy hetes tuccot. Jó kis bélgázok. Seems like the ladder leading up is stuck. Oké, tekeringyosz. Nem kell tekerni? Jó, akkor ez most aktív. Azt írja, hogy aktív, de fogalmam sincs, hogy mi ez. Lámpa. Vazeg, ez minden erre a kék bogyóra megy. És honnan tudom megnézni, mennyi ilyen bogyóm van? Bogyóm. A létre beragadt, ha használni akarom, el kell égetnem ezeket a gyökereket. Gyökér éget is? Ezzel kéne égetni? De ez... Erre kéne valami cső, vagy mi a fasz? Leveles? Mióta a pest is lecsapott ránk, már nem biztonságos kimenni a szabadba. Mindenki megferdőzhet. Még a barátaid is, még a családod is. Szerencsére nekem nincs családom. Ha, gondolom. A ribanc feleségem még mindig él és virul, de a másik oldalon így nem kell minden nap látnom a seggét. Mindig azt mondta, hogy milyen lusta vagyok, de én pont az ellenkezője vagyok. Fogtam azokat a kibaszott indákat és holdfényt csináltam belőlük. Ha le kell mennem, akkor a maga módján megyek le, csak óvatosan bánja generátorra, mert nagyon gyúlékony. Azt mondja. Dika inda. Jó, itt hogyha most lemegyek, akkor megfulladok? És mi mindig izé van, fingszag lent? Aha, fingszag van. De ennek újra nő az a bogyesz, oda nézzetek. Újra nő a szívbe az a golyó. Jó, akkor hogyan kell fölgyújtani ezt a szart szerintetek?
az indánszkikat. Ugye itt ragad be a létre, és ezzel kéne itt valamit művelni szerintem. De hogy? Zölden világít. Nem tudom megcsavarni a tetejét. Az baj. Igen, Gazsi. Pont rájött a vér is. Köszi amúgy. Eljutotta a gyabig a helyzet. Legyünk főfelé. Why does the whole fucking world? Azért elég szexuális, hogy ki van a festve a körben jajának, azt kell, hogy mondjam. Ja, hogy az én vagyok, ha saját magam túljettem meg. This place looks terrible, but also familiar. The Eternal City reacts to its people's emotions. If they are at peace, so is the city. Ha ők békén vannak, akkor a város is. And so, great emotions can conjure things into existence. Then why is everything destroyed? This looks like punishment, not freedom. When the plague appeared, so did fear. Amikor a pest is megállt, they did not know how to fight it, and in their fear, they brought this upon themselves. Then came the High Priest. With fire, he seared the plague and those who opposed him. The masks were created to strip away fear, but they stripped away people's humanity instead. Your mask is unique. It will allow you to possess the power of the other masks. Lehetővé teszi, hogy több maszk erejét birtokoljak. Ez egy igazi Superwoman leszek. Az idegen azt akarja, hogy az emeleten találkozzunk. Úristen, biztos izé ollózni akar. Biztos ollózni akar ez a vaddisznó. De én nem tehetem meg a ollózásokat. Nagyon szépen be van ez csukva. Halló? Semmi? Hello? Szevasz? Megjöttem. Ollózni szeretnéd, te kurva? Aha. Ki ez valamilyen apácás maszk már? All who wear them feel no fear, a harcos csinál belőlem az a nő. But turn into subservient tools. A maszk feljavítása erősebbé tesz, akkor ezt fogom tenni. Ez az utolsó gondolatunk. De én is ugye a csavarkulcsot teszem be magamnak. Akkor mi leszek? Transformers? Úristen, akkor még erősebb leszek. Ez most egy nehéz döntés. A maszk vagy a csavarkulcs? A maszk vagy a csavarkulcs? A maszkot az arcomra rakom, a csavarkulcsot a picsámba dugom. Melyik lehet a jó döntés? Úristen, váltok, elolvassuk a levet először. Jó, azt mondja, hogy régen szerettem a munkámat. Elvenni az embereket a temetési maszkjait, és újrahasznosítani őket az örök városban? Megbecsültnek éreztem magam. Szükségem volt rá. A túlvilági közösség nélkülözhetetlen részének. Annyira egyediek voltak. Nem volt két egyforma, akár csak az emberek, akik viselték őket. De amikor a próféta eljött hozzám, és arra kért, hogy készítsek egy formát minden kaszt számára, szolgák, nővérek, őrök, én...